Mindenkit tisztelettel és szeretettel üdvözlök, meg valami szintén, hogy meg vagyok szeppenve. Valamikor én valami hasonló címmel tartottam előadást Rómába, de nem néztem meg az előadást. Na most hát ugye a keresztény örökség nyilvánvaló, a keresztény és a keresztény örökség nagyon régre megy vissza, tehát akár a halotti beszédig vissza lehetne menni, vagy a Mária síralomig, teljesen világos, hogy a régiségben nincs értelme beszélni fordításról és eredetiről, sőt tulajdonképpen mai elgondolásaink szerint alapjában véve a 19-20. Században sem érdemes ilyen megkülönböztetést használni. Hát nyilvánvalóan az örökségben döntő része van a 16. századnak, tehát a reformációnak. Itt csak arra utalnék, ugye, hogy a legjelentősebb 16. századi költőnk, Balassi, akiről ugye az ismerettárakban azt lehet olvasni, hogy egyik felekezetből a másikba lépett át. Alapjában véve ma egyetértés van abban a balassi kutatók körében, hogy felekezetek fölötti kereszténységet próbált képviselni egy olyan korban, amikor hát tudjuk, hogy sok vita volt. Valamikor a 60-as években Gerészdi Rabán fogalmazta meg azt a föltevést, hogy tulajdonképpen nincs értelme beszélni vitézi énekekről, szerelmi költészetről és istenes költeményekről az ő esetében, hiszen ő egy kötetben gondolkozott, amely kötet a hármas számra, a Szent Háromságotra utaló hármas számra épült. Ezt előre megtervezte, és az egyes verseket hát időről időre írta meg. Na most később, a 70-es évek végén Horváth Iván irodalmár déli szomszédunkban, tehát az egykori Jugoszláviában ki is adott egy olyan balassi összes versek kötetet, amelyben így szerepeltek a versek. Hát ugye Primus, a Szent Háromságnak első személye, Atyaisten dicsőséges felsége, minden széles világnak teremtője, tekints rám ilyen veszett szegényre, ugye. Így kezdődik a kötet, és hát ebbe a kötetbe van ugye az agymá csendességet, lelki békességet, mennybéli úr, amely versről még a későbbi korszakkal foglalkozó Németh G. Béla is egy jelentős tanulmányt írt néhány évtizeddel ezelőtt. A balassi örökségnek tulajdonképpen még Adinál is van nyoma, de hát másoknál is nyilvánvalóan. Aztán hát nyilvánvalóan az örökségnek része, nagyon röviden utalnék erre a 17.-18. század, elsősorban az erdélyi emlékiratírók, akiknek a műveit, ugye, vagy legalábbis némely művüket az 1850-es években, tehát a Bach korszakban adták ki, olyan kiváló személyek, mint a történész, bár írónak indult Szalai, szépírónak indult Szalai László, vagy hát egyet Kemény Zsigmond adott ki ezek közül. Ezek a művek, hát ezek közül nyilvánvalóan a legjelentősebb a többé-kevésbé kartéziános Bethlen Miklós önéletírása. Ezek a művek meghatározták a 19. századi elbeszélő prózánkat, ha úgy tetszik, regényirodalmunkat is. Bethlen Miklós az önéletírásában viaskodott az eleve elrendelés gondolatával. Egykori főnököm Sötér István, aki ugye, hát, katolikus neveltetést kapott, nagyon rossz véleménnyel volt a 18. századi Bethlen Kata önéletírásról. Hát én ezt már akkor se osztottam, ma sem osztom. Újabban, elsősorban nyilvánvalóan azért, hiszen itt egy hölgyről van szó, tehát a
nőiséggel foglalkozó irodalmárok elég sokat írtak róla. El kell fogadnunk, hogy rákényszerítettek egy házasságot, amely ugye ráadásul egy másik felekezetet is jelentett. Egy nagyon művelt valaki volt, aki hát elég erős nyelvet használt. Ez kétségtelen tény. De az biztos, hogy ez a nagy hagyomány, amely hát tulajdonképpen még Kazincinél is él, ez a 19. századi regényírásunkra nagyon, nagyon erősen hatott. Na most a 19. század. Hát tavaly az évfordulón Eötvös Józsefről megjelent egy kötet, amelyik foglalkozik ezzel a kérdéssel, nevezetesen azzal, ugye hát az értekező főművében, tehát a 19. század uralkodó eszméiben lényegében egy hármassággal foglalkozik, és hát azt állítja, hogy az egyenlőség, a szabadság és a nemzetiség, ugye így módosítja a francia forradalom hármas jelszavát, ezek tulajdonképpen feszültségben vannak egymással, összeegyeztethetlenek. És ezt a feszültséget csak a kereszténység tudja föloldani, ez a könyvének az alap gondolata. A másik jelentős szerző, Kemény Zsigmond, akit már említettem, ugye nála, ugye az idősebb Szász Károly tanítványa Nagyenyeden, tehát ő egész életében gondolkozik az eleve elrendelésről. Érdekes módon ő is a római levélhez kapcsolódik, mint sokkal később aztán Ottlik Géza, aki hát szintén református volt. Én ugyan túlzottan sokat, megvallom őszintén, nem láttam őt templomba, de emlékszem rá, hogy amikor Jó Sándor a római levélről prédikált, akkor ott volt. Talán nem véletlen. De ezzel nem akarom szóval megszólni egyáltalán Ottlik Gézát természetesen. Na most Keménynél az az érdekes, hogy ő azért végső soron az isteni kegyelem, és tehát az Úr kegyelme, sőt bizonyos mértékig a szabad választás, tehát a szabad akarat mellett tette a voksot. Egyetlen egy példáját hoznék föl erre. Az Özvegyés leányában, ahol hát Tarnócziné tulajdonképpen annak a megtestesülése, amit manapság olykor fundamentalizmusnak szoktunk nevezni. A rajongók is természetesen. Ugye, csak hát a különbség az, hogy Tarnócziné, tehát az özvegy, ő protestáns, református, a rajongókban pedig hát szombatosokról van szó. Keményt a Szent Háromság tagadás kérdése is foglalkoztatta, ő ezt lényegében elutasította. Na most az Özvegyés leányában, amikor hát nagyon élesen fogalmazva, lényegében ugye gyűlölködik sajnos a saját hitére hivatkozva, akkor Haller Péter, egy másik szereplő, ugye azt mondja, ne tegyük föl mindig, drága húgom, a legrosszabb lehetséget. Ha az Isten irgalmát nem hisszük, minek imádkozunk. Tehát arra emlékezteti az özvegyet, hogy tulajdonképpen összeférhetetlen a hitével az, amit képvisel. Na most a rajongókban, ahogyan említettem, a Szent Háromság tagadók szerepelnek, tehát ugye Pécsi Simon és mások, Pécsi Simon nem a legradikálisabbak közé tartozik ugye a regényben. Lehet azt tudni, hogy Kemény John Milton műveinek az olvasásának a hatására is kezdett foglalkozni az antitrinitáriusokkal. És itt van egy tulajdonképpen egy nem érdektelen párhuzam, nevezetesen Madáccsal. Madáccsról ugye följegyezték, hogy
vasárnap meghívta a helybeli protestáns és katolikus papot ebédre, és élvezte, úgymond, hogy azok vitatkoznak egymással. Madách Bessenyei György testvérének a fordításában olvasta az elveszett paradicsomot, és hát ennek megvan a nyoma a tragédiában. Itt talán érdemes megemlítenem, hogy a tragédiáról a 20. század elején egy jezsuita, osztrák jezsuita egyébként, egy német nyelvű tanulmányban nagyon megtámadta a tragédiát, azt állítván, hogy ez egy istentagadó mű. Na mostan, érdekes módon, amire hivatkozott, az nagyon hasonlít ahhoz, amit Lukács György írt. Ugye Lukács György a korai dráma könyvében és az 1950-es években, 56 előtt megjelent Szabad Nép cikkében egyaránt a bizánci színre, a konstantinápolyi színre hivatkozik, mondván, hogyha valakinek a homo iusion csak egy i betű különbség, hát az nem érti a kereszténység lényegét. És hát ez a jezsuita is erre hivatkozott. Érdekes módon volt vita Prohászka Otokár és Ravasz László között is erről a műről. És Ravasz azt hiszem nagyon helyesen, ugye az utolsó színnek egy részére hivatkozott. Éva szavaira, Éva ugye azt mondja, ha úgy akarja Isten, majd fogamzik más a nyomorban, aki eltörüli testvériséget hozván a világra. Tehát a bűn és a nyomor. Ugye nyilvánvalóan Jézus Krisztusra utal. Tehát azoknak valószínűleg nincs igazuk, hitem szerint legalább nincs igazuk, akik kétségbe vonják az ember tragédiája keresztény üzenetét. Tudjuk azt, hogy az úgynevezett sátánizmus, tehát egy romantikus hagyomány erősen hatott azért Madácsra, és ahogy említettem, ő is Miltonból indult ki, az a rész szolgált neki kiinduló pontul, amely az eredetiben, ugye az Úr azt mondja az emberről, hogy Ádámról, hogy I made him free to fall. Hát ezt sokan kétértelmű üzenetnek értelmezték, a romantikában különösen, tehát a 18-19. Század fordulóján William Blake, aztán később Byron és Shelley is úgy értelmezték, hogy az Úr azt mondja, hogy szabaddá tettem az embert, hogy elbukjék. Na mostan, és hát ennek szövegnyoma van a tragédiában a kétség kívül, függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy ahogy mondtam, Bessenyei testvérének a fordításában olvasta, és ez a fordítás németből készült, de kétségtelen tény, hogy ez a hely Miltonnál nagyon sokakat elgondolkoztatott, és hát a 20. században is volt nagyon jelentős költő és irodalmár angol, az úgynevezett új kritika egyik kiváló képviselője, William Empson, egy egész könyvet írt Milton's God címmel, tehát Milton istene címmel, ebből kiindulva. Mondván, hogy az elveszett paradicsom igazi hőse tulajdonképpen a sátán. És hát, ahogy mondtam, a romantikában ez divatosan volt. Madács végül is, ha ezt az utolsó színnek ezt a részét az ember figyelmesen hallgatja vagy olvassa, akkor azért lehet látni, hogy ettől azért elrugaszkodik. De hát tudott dolog az, hogy az ember tragédiájának is voltak ilyen romantikus értelmezései, nem csak a jezsuita és Lukács György gondolták így. Én úgy látom a levelezés alapján, tehát a Madács levelezés alapján, hogy azoknak van igazuk, akik
erre hivatkoznak, erre az utolsó szintbeli szövegre. Az, hogy a Milton Szentháromság tagadása többeket elgondolkoztatott, az nyilvánvaló a 19. században, például Széchenyi ugye a naplóban. Na most a Széchenyi napló olyan nagy terjedelmű, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz belőle bármit is idézni, és erre nem is vállalkoznék. Széchenyi István mélyen hívő keresztény volt, akiben ugyanakkor egy teljes türelem is testet öltött más felekezetekkel szemben. Hát erre ugye az egyik legismertebb példa a Veselényi Miklóssal való barátsága. Tehát vitatkoztak, aztán a naplóban kétség kívül olyan részek is vannak, ahol a nem keresztény felekezetekre vagy vallásokra is utal. Széchenyi tudjuk, az elég sokat utazott, és Törökországba különösen eltűnődött a muszlim hiten. Hozzá kell tennem, hogy ez Ötvösnél is megjelenik. Ötvös a Gondolatok című 60-as években megjelent, tehát Kései kötetében. Ott is, és másutt is, az Uralkodó eszmékben is egyébként, sőt levelekben is, lényegében azt sugallja, hogy egy távoli jövőben talán az egész emberiség megtér a kereszténységhez. Tehát ez mondjuk a 19. században egy nagyon gyakran előjövő gondolat. Na most mi a helyzet a költőinkkel? Vörös Marti, aki katolikus volt, első tekintetre azt lehetne mondani, hogy viszonylag kevés nyoma van ennek. Na most csak viszonylag kevés. Hát ott van a Szegény asszony könyve című verse. Valahol. Talán itt van a vers. Ugye, amelyik nem is korai vers. Hát egy, ugye nem nagyon van története, tehát, de azért ez egy epikolírai mű. Végső soron azt sugallja, hogy egy könyv van, ugye a Szentírás. És hát nyilvánvaló, hogy Vörös Marti nagyon ismert, nagyon jelentős költeményeiben, így az Előszóba, vagy hát a Véncigányban is, a Biblia nyelvének nagyon nyilvánvaló nyoma van. Harany tudjuk, hogy református volt, tehát ő egy nagyon szükszavú, szemérmes szerző, aki leveleiben olykor elejt olyan megjegyzéseket, hogy az igazi hívő nem nagyon beszél a hitéről. Tehát nyilvánvalóan nála is komoly nyoma van ennek. Hát az olyan versekben, mint mondjuk az Ágnes asszony, ahol hát a bűn miben léte merül föl, hozzá kell tennem, éles kérdésként hozzá kell tennem, hogy azt hiszem, de nagyon óvatosan kell fogalmaznom, hogy ő az eleve elrendelést, sőt a kiválasztottságot talán egy kicsit másként fogta föl, mint Kemény Zsigmond. Ezt részben arra alapozom, hogy Keménynek van egy levele, amely Aranyhoz szól, az egyik regényét küldi el, és pontosan azt a regényét, amelyből idéztem, és egy megjegyzést tesz, hogy talán Arany a feleségének nem utassa meg, és talán te sem biztos, hogy teljesen egyetértesz ezzel. Tehát Aranynál ez egy nagyon erős kockázat. Nem csak az Ágnes asszonyban, hanem mondjuk az Örök zsidóban, és hát a Vörös répékben is. Tehát mennyiben felelős a bűnéért valaki. Ez nagyon élesen vetődik föl. Természetes, hogy nem, vagy hát nem természetes, de így van, nem tagadja nyilvánvalóan. Hát ugye vannak szép költeményei,
amelyek ezt bizonyíthatják. Hát itt van például ez az 1882. március 2-án írt négy sora, sejtelem, életem 66. évébe, köt engemet a Jóisten kévébe, betakarít régi rakott csűrébe, vet helyemre más gabonát cserébe. Teljesen véletlen, ez ugye az ember műveletlenségét, vagy az én műveletlenségemet bizonyítja, hogy egyszer véletlenül megtaláltam, hogy ez egy tulajdonképpen egy klopstock költeménynek az átköltése. Ez az értékéből semmit nem von le, nyilvánvalóan. Hiszen, ahogy mondtam, eredeti és fordítás szembeállítása ma már nem érvényes tulajdonképpen. Tehát ez egy romantikus elgondolás volt, hogy a kettő egymással szembeállítható. Mi a helyzet a nyugat nagyköltőivel? Reisinger János, egykori pályatársam él még, ugyan, de már nem foglalkozik tudtommal, irodalom tudománnyal. Egykor egyik könyvemet megbírálta, hogy nem lényegében katolikus távlatból bírálta meg. Aztán mire én igyekeztem elgondolkozni a kérdés fölvetésein és némileg módosítani az álláspontomat, közben ő adventista lett. Úgyhogy most már nem vagyok elég protestáns neki, de semmi, szóval mindez ritkán találkozunk ugyan, de baráti módon képzelendő el. Na most miért említem őt? Ő írt egy tanulmányt, mikor még irodalommal foglalkozott, amelyben Adiról, Babicsról és Kosztolányiról azt állította, hogy csak kultúra volt számukra a kereszténység. Ez akkor elég sok vitát váltott ki ez a tanulmány. Persze Adi esetében ugye volt egy példa előtte, hiszen Ravasz László egy korai, tehát viszonylag fiatalkori cikkében erősen megbírálta Adit, mondván, hogy a protestantizmus a számára valamilyen kurucos hagyomány vagy örökség, nem több, és Adi nagyon megsértődött és válaszolt. Tudjuk, hogy Adi a zsoltárokat kívülről tudta természetesen, de rendszeresen járt Isten tiszteletre. Tehát őt ez nagyon fölháborított, hogy valaki kétségbe vonta az ő hitét. Hozzá kell tennem, hogy Király István egykori nem tehetségtelen, de hát marxista, egy időben kommunista monográfus, aki több kötetet írt Adiról, ő azzal érvelt, hogy volt ugyan egy keresztjén időszaka Adinak, de aztán abba hagyta az istenes versek írását. Na most a baj az, hogy ez nem stimmel. Tehát valóban van egy időszak, egy rövid időszak, amikor nem ír Isten, de aztán megint ír istenes verset. Király István ezt jól oldotta meg, mert arról a korszakról nem szól a monográfiája, amely ugye egy ilyen visszatérés. Hát én néhány éve voltam csak Érmény-Szenten, amit szégyellek. És most már megértem, hogy hát ugye az a világ vége. Most manapság is nehéz oda még eljutni is, mert az út nem nagyon jó állapotban van, és hát valóban a világban nincs ott semmi. És akkor sem lehetett semmi, tehát ebből a távlatból nézve talán jobban meg lehet érteni Adit, gondolom én. Na most Babicsnál súlyosabb volt a Reisinger vágya, mert hiszen Babics katolikus költőnek vallotta magát. Néha az ördög részletekben van, amikor az európai irodalom története megjelenik, Gyergyai Albert, aki kikeresztelkedett volt, és Babicshoz közel állt, nagyon erősen megbírálta Babicsot egy mozzanatért, hogy az európai irodalom történetében azt állítja Babics, hogy az új
szövetség az világjadalom, de az Ószövetség nem. És az Ószövetségről, hát kemény szavakat mond, nem akarom idézni, a lényeg az, hogy egy bezárt közösség, ugye ráadásul még a fajszót használja, amit akkoriban egészen másként használtak, mint később, annak az ügye, tehát nem egyetemes érvényű. Ebből arra következtetett Reisinger, hogy nem, Babits nem ismerte föl az Ószövetség és az Új Szövetség összefüggését. Hogy Babits ezen elgondolkozott, ezen a bírálaton, arra ugye nagyon egyszerű példa van a Jónás könyve. Valóban ő addig nem nagyon olvasta az Ószövetséget. Lényegében úgy fogta föl, hogy hát azt igen, a protestánsok nagyon sokat emlegetik, de hát az Új Szövetség a lényeg. De hát a Jónás könyve ugye ezt nyilvánvalóan megcáfolja. Az kétségtelen tény, hogy Babits is másként, mint addig, de egy viaskodó, önmagával viaskodó, és a hitével is viaskodó szerző volt, de hát olyan költemények, mint a Balázsolás és más verseire is lehetne gondolni, azok nyilvánvalóan mutatják a kereszténység nagy fontosságát Babits számára. Na most Kosztolányi. Babitshoz hasonlóan, Babits fiatal korában, hogy ezt a levelekből lehet tudni, tehát 900-as évek elejéről, hogy akkor Babits pogánynak vallotta magát, ugye a görögség pogányságának az értelmében, és állandóan a több isten hitre utalt. Kosztolányi egy kicsit más eset, mert ő Szabadkán fiatalon nagyon vallásos volt. Aztán teljesen szembefordult a vallással, és ebbe döntő szerepe volt az első világháborúnak. Az első világháború alatt írt egy egyébként kiválóan megszövegezett elbeszélést, tehát egy novellát, Káin címmel. Ez úgy fejeződik be, hogy Káin megelégedéssel, boldogságban él, és nyugalomban, miután megtette, amit tett, és Ábel kifejezetten a Káin szemszögéből jelenik meg a történetben, tehát egyáltalán nem előnyösen. Én emlékszem arra, hogy amikor Jékeli Zoltán meghalt, akkor Cseri Kálmán egy Kosztolányi verssel próbálta bizonyítani azt, hogy milyen nagy baj a hittől való eltávolodás. És ez a boldog szomorú dal, mindjárt megpróbálom előkeresni. A boldog szomorú dal 10-es években készült, ahogy mondtam, nála, tehát Kosztolányinál a hittől eltávolodás az a világháborúval függ össze, amely világháborút ő előre látott sokakkal ellentétben, tehát Belgrádban van az világháború előtt, és látja, érzékeli a borzasztó ellenségeskedést a magyarokkal szembe. Persze ugye Szabadkán nő föl, úgy nő föl, hogy egy csomó nyelvet hall, ugye Bunyevácot, hát az most ugye talán inkább horvát, mint szerb, tehát délszlávot, de románt, sőt szlovákot is. Még van egy kis szlovák közösség akkoriban Szabadka környékén, és hát természetesen németet. Na most, tehát ahogy mondtam, az első világháború előtt ez nagyon megrázza, ez a belgrádi tartózkodás, ezt honnét lehet tudni, hogy megírja, és hát a boldog szomorú dal ugye úgy fejeződik be, itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Ahogy mondtam, Cseri Kálmán erre ezt idézte, amikor hát óvott attól, hogy valaki elidegenedjék a hitétől.
Na most a későbbi korszány, persze a világháború mellett más tényezőkre is kell utalni, elsősorban Nietzsche hatására, Nietzsche egyébként a kortársaira is, tehát Babicsra, illetőleg Adira is erősen hatott. Ez egy viszonylag korai könyv Adiról, amelyet Halász Előd írt, Adi és Nietzsche foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tehát Kosztolányi rettentően félt a haláltól, és hát bizonyos értelemben nihilista lett. Ugye erre a legjobb bizonyíték az Ének a semmiről, amit ma tartok, azt elejtem, amit ma tudtam, elfelejtem, az arcomat kezembe rejtem, és elnyúlok az üres sötétben, a mélyen áramló delejben. Annál mi van a semmi ősebb, még én nekem is ismerősebb, rossz sem lehet, mivel erősebb és tartósabb is, mint az élet, mely vérrel ázott és merősebb. Szokatlan új itt ez a köntös, pár évre szóló szűk, de göncös, a rossz gúnya, melyet a könny öntöz, beotthonos lesz majd a régi, a végtelen, a bők közömbös. Én is öröktől ebbe voltam, a semmiségre ráomoltam, míg nem javultam és romoltam, tanulni sem kell, tudjuk ezt rég, eltűnni és feküdni holtan. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a talán eltűnők hirtelen József Attila verset is ezzel a verssel együtt kell olvasni. Ha félsz a más világba írját, verd a halottak néma sírját, tudd meg konok nyugalmuk írját, de nem felelnek, úgy felelnek. Bírjuk mi is, ha ők kibírják. Pajtás, dalolj hát, mondd utánam, mi volt a mi bajunk korábban, hogy nem jártunk a föld porában. Mi fájt szívednek és szívemnek Cézár Napóleon korában. Németh B.G. Béla egykor ezt az utolsó versszakot, miközben ezt nagyon nagy versnek tartotta, kicsit hibásnak gondolta, pajtás, dalolt. Hát itt nyilván van egy archaizálásról van szó, Kosztolányi fordított elég sok olyan költeményt, amelyben hasonló megszólítás van, és ezek régi versek. Tehát az Ének a semmiről, csak hogy élete végén, ugye, tehát nagyon beteg, ugye János kórházban van, hát tulajdonképpen akkori vers a hajnali részegség, amely hát végül is úgy fejeződik be bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. És ugye a hosszú költemény közismerten tulajdonképpen egy égi látomás megfogalmazása. Tagadhatatlan tény, hogy az, hogy élete végén, tehát a halál közelébe visszatér a korai hite, ebben szerepe volt egy hölgynek is, Radákovics Máriának, akivel ekkoriban ismerkedett meg, és aki nagyon vallásos volt. Úgyhogy Kosztolányi Visegrádon rendszeresen járt misére vele. Van is egy fénykép, egy furcsa fénykép a nem túl nagy visegrádi templomban. Besüt a nap, és Kosztolányira süt, és Kosztolányi föláll valamilyen oknál fogva. Na most van egy kései verse, tulajdonképpen az utolsó verse, a Röpi ma. Nem jó vers, de nyilvánvalóan, azt hiszem nem jó vers, de nyilvánvalóan mutatja ezt a visszatérést a hithez, és hát a levelezése is Radákovics Máriával. Úgyhogy nagyon betegen, borzasztó fájdalmakkal, de végső soron a beszélgető füzetek azt bizonyítja, tehát amikor már beszélni nem tudott, csak írt, hogy végül is a hídben megnyugodva halt meg. Hát mi a helyzet a későbbi irodalommal? Na most itt nagyon óvatosnak kell lennem, mert ugye elfogult vagyok, tehát senkinek az értékítélete azt hiszem nem fedhetetlen. Tehát esendőek vagyunk, és hát így az én értékítéleteim is.
Na most az egyik szerző, akinél hát én ezt elég részletesen taglaltam annak idején Ottlik Gézáról, mikor írtam egy kis monográfiát, az iskola határon, a jeligével, a Vulgatából, ugye a római levélből. Na most erre rögtön hozzá kell ehhez tennem, hogy ő Kőszegen, amikor a 20-as évek végén jár a katonai reálba, akkor ez a regényből is kiderül az iskola határonból, vasárnap a katolikus többség elmegy misére. És a protestáns kisebbség, hát az rendszerint nem tud prédikációt hallani, hanem az akkor meginduló rádió prédikációkat hallgatja. És hát négy prédikációt ekkor hall Ravasz László a római levélnek pontosan erről a részéről beszél. Aztán ezek a prédikációk többször meg is jelennek, először a Calvin könyvtár első számaként egy kis füzetben, és ezt Ottlik aztán elolvassa. És hát ebből meríti azt az ösztönzést, hogy a regényének ezt a bizonyos jeligét, tehát a latin változatát, ezt választja a regény kiinduló pontjának, és ő valóban úgy gondolta, hát én valamennyire, nem is nagyon jól, de ismertem őt, hogy az ő regényében hát a kereszténység benne van. Az érdekes, hogy az Ottlik hívők, tehát például sajnos már régen elhunyt pályatársam Balassa Péter, például eszébe se jutott, hogy esetleg Ottlik valamilyen felekezethez tartozik, hát református volt. Tehát erre alapozta a főművét, mert én azt hiszem, hogy lényegében ez a főműve, és ezt tulajdonképpen ő is így gondolta. Tudod a dolog, hogy Eszterházy Péter egyetlen lapra lemásolta ezt a regényt. Na most Eszterházy Péter katolikus szerző, azt hiszem, hogy komolyan keresztény szerző. Vannak, akik ezt kétségbe vonják. Hát az egyik bizonyíték, tehát nagyon sok részletre lehetne hivatkozni. Az egyik bizonyítékom a Szív segédigéi lenne, 1985-ben jelent meg, amely ugye egy kettős szöveg, hát ugye ből áll, tehát a lap tetején van a szöveg, és a lap alján van szöveg. És a lap alján, mint ahogy nála ez szokott lenni, sokszor idézet, vagy áthallás, vagy rájátszás olvasható. Ezek egy része az Erdélyi Zsuzsanna gyűjtötte archaikus népi imádságokból van, például kimenék ajtóm elejébe, föltekinték napkeletre, ott láték egy szép fehér kápolnát, küllyel irgalmas, belül aranyas, mit sír édesanyám, ó fiam, fiam, szerelmes szent fiam, nem azért szültelek, hogy én legyek a kínzatott anya. Aki ezt az imádságot minden este reggel elmondja, megjelenti neki a Szűz Mária, mikor kell meghalni. A felső rész, tehát és az egész ugye gyászkeretben van, ezt az édesanyja halála után írja a Szív segédigéit. A felső részben egy beszélő ugye a fiát siratja, tehát a Pietà helyzetéről van szó. Fiam, kicsi fiam, én kicsi fiam, akkor hát most így te ott, én itt, ott te itt, én. És itt tovább. Na most a szövegnek persze elég bonyolult szerkezete van.
Az anya siratja a fiát, és a szöveg közepén ez átfordul tulajdonképpen az ellenkezőjévé, tehát a fiú siratja az anyját, majd visszafordul. Tehát a Mária és Jézus helyzetet írja újra. Ez egy szélső példa persze, azt hiszem egyik legjobb műve egyébként Eszterházinak, de hát hivatkozhatnék a nagy terjedelmű műveire is, így a Harmonia Célestisre, amely hát már a címében is utal a kereszténységre, és tudod dolog, hogy a ilyen címmel egy vallásos kantáta sorozatot adtak ki valamikor a 18. század legelején, amelyet ma megint az a zenetörténészek álláspontja, hogy tulajdonképpen többé-kevésbé Eszterházy Pál írt. Tehát, mert ugye voltak kételyek, de na most ez ugye egy eléggé egyedi példa a magyar zenetörténetnek abban a korszakában, tehát nem sok hasonló mű van. És le lehet szögezni azt, hogy nemzetközileg is ismerik, tehát vannak fölvételei, amelyek nem Magyarországon készültek. Mint ahogy hát Eszterházynak is, ez az egyik legtöbbet fordított műve a Szívsegédigéi, ugyanakkor nagyon nehezen fordítható műve, miért is, hiszen a segédige szó a magyarban ugye egy nyelvtani fogalom is. Na most más nyelveken általában ez a nyelvtani fogalom nem a segítségre utal. Tehát ezért mondjuk Richard Axel apai részről, magyar, anyai részről, angol író, aki Eszterházyt fordította, ő küszködött ezzel nagyon. Egyébként Kölnben tanít az egyetemen, tehát és megtanult magyarul, tehát eredetileg nem tudott magyarul. Na most azt is érdemes ehhez hozzátenni, hogy amikor Eszterházy korábbi szerzőkhöz kapcsolódott, akkor a korábbi szerzők műveit is bizonyos mértékig újraolvasta, és más színben tűntek föl ezek. Például, már a Richard Axelt említettem, ő fordította Kosztolányi Pacsirta című művét, amelyben hát van legalább két részlet, amely tulajdonképpen cáfolja azt, hogy Kosztolányi nihilista lett volna. Az egyik rögtön a regény elején, amikor hát Pacsirta a rokonokhoz megy el hazúról, és sír. És a kupéban van egy fiatal ember és egy pap. És a fiatal ember és a pap egészen másként viszonyulnak a Pacsirta sírásához. És a regény meg is fogalmazza azt, hogy megindokolja azt, hogy a lelkész miért nem kérdezi meg, hogy mi baja van. Miért? Mert nem ebben a világban él tulajdonképpen lelkileg. És a regény végén is Pacsirta, tehát a legvégén megérkezik ugye haza, és Máriához könyörög, de tulajdonképpen Jézushoz könyörög. Na most ilyen részek Kosztolányi más műveiben is vannak, és ezek, ahogy mondtam, cáfolják azt, hogy tulajdonképpen őszintén nihilista lett volna. Hát persze egy szerzőt nem említettem, aki egyébként Eszterházyhoz ugyanolyan közel áll, mint Kosztolányi vagy Ottlik, és ez nyilvánvalóan Pilinszky. Valamikor terveztem róla a könyvet, de ezt már nem fogom megírni, és részben lehet, hogy azért nem, mert
nem nagyon jól, de valamennyire ismertem, és egy borzasztóan elesett embert ismertem meg benne. Ez nem cáfolja természetesen azt, hogy azt hiszem, hogy a 20. század egyik legnagyobb magyar költője volt. Az apokrif nyilvánvalóan egy nagyon nagy költemény. Jelenics István egykor volt olyan kedves, és megmutatta nekem a Pirinszki jegyzeteit, tehát ahogy készült az apokrif. Az apokrif a Rákosi korszakban készült. Valaki, aki ma is elég sokat szerepel, legalábbis bizonyos tévé csatornákon, nem volt hajlandó közölni. Megvan a levelező lap, amelyen azt írja, hogy nem azért nem közöljük, mert vallásos vers, hanem azért, mert rossz. Hát, ugye, na most hozzá kell tennem, hogy Pirinszkinél természetesen a kereszténység párosult azzal, hogy azonosulni próbált a holokauszt áldozataival. Ugye hát ennek számos verse bizonyítéka. És aztán Simone Weil műveit kezdte olvasni, de én úgy tudom, hogy a Simone Weil hatás már az apokrif utáni korszak, amikor egyébként némi sajnálkozással lehet mondani, hogy a korábbi tömörségét és azt, hogy keveset írt, föladta. És talán olykor kevésbé kiváló költeményeket írt, persze ez még mindig egy nagyon magas színvonal a 20. századi költészetben. Alapjában véve egy nagyon szerencsétlen valaki volt, aki hát ugye bűnösnek érezte magát nagyon erősen. Részben azért, mert időnként a feszültséget folyékony anyaggal próbálta ellensúlyozni. De hát emlékszem egy szilveszterre, amikor az Előszó című Vörösmarty költeményt mondta el, hát hátborzongatóan mondta elő. Meg volt róla győződve, hogy Vörösmarty nagyon nagy keresztény költő volt, és azt hiszem, hogy végső soron ebbe neki igaza is lehetett. Hát én ugye azt az utasítást kaptam, hogy körülbelül 45 percig beszéljek, úgyhogy az lassanként lejárt, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezzel akkor én megköszönöm a figyelmet, és talán be is fejezném. Terveztem azt, hogy teszem föl, Széchenyiből fölolvasok, de hát talán erre már nincsen szükség, ahogy mondtam, olyan borzasztó sokat írt, hogy, és olyan sokat lehetne tőle idézni, hogy talán nem, ez nem lenne most már ennek különösebb jelentősége. Úgyhogy miután legalábbis egy élő szerzőről is beszéltem, aki egyébként hozzá kellene tennem, hogy az újabb műveiben is nyoma van nála, hogy a kereszténység számára egy élő hagyomány. Tehát nem csak olyan régi műve, mint nem említettem a Termelési regényt, abban is van komoly nyoma ennek, hanem akár az Esti című szövegében, amely ugye a Kosztolányi Esti Kornélnak egy új újraírása, sőt, hát a legutóbbi könyvében is, és hát természetesen az Értekező prózájában is. Értekező prózáról nem beszéltem, holott beszélhettem volna, a 20. században nagyon jelentős értekező prózáknál, prózaíróknál, hát nyilvánvaló a keresztény üzenet. Én mondjuk Ravasz Lászlót is a 20. század egyik legjelentősebb magyar értekezőjének tartom, és csak emlékeztetnék arra, amit mindnyájan tudunk, hogy amikor Szegfű Gyula a Mi a Magyar kötetet összeállítja, Ravaszt kéri meg, holott Szegfű katolikus volt, tehát
egy katolikus szerzőt is fölkérhetett volna, de Ravasznak akkora tekintélye volt, szellemi tekintélye, hogy őt kérte meg. Másokra is lehetne hivatkozni, hát akár konzervatív írókra is, itt ilyenekről nem esett szó, csak egy lábjegyzet volna, hogy mondjuk a manapság megint olykor emlegetett Tormai Cecilnek a befejezetlen történeti regény trilógiájának a második kötete lényegében azt az üzenetet tartalmazza, hogy a pogány magyarsághoz visszatérni ábránd. És hát jellemző, hogy Kosztolányinak is van egy olyan följegyzése, hogy a legutóbbi 1000 év az nem számít, és tudjuk azt, hogy ez a megjegyzése arra vonatkozik, hogy a két háború között is voltak magyarok, akik úgy gondolták, hogy esetleg vissza lehetne térni kereszténység előtti hagyományhoz. Erről az általam emlegetett szerzők meg voltak győződve, hogy ez értelmetlen dolog, hiszen a magyarság szellemi öröksége és a kereszténység az teljesen összefort. Úgyhogy ezt egyébként Eszterházy is írt róla erről nem olyan régen, sőt, még a most megjelent hangos könyv, ugye azt hiszem holnap mutatják be, amely ugye 2 CD-t tartalmaz, és ő saját szövegeit mondja el, még ott is ezzel érvel. Úgyhogy hát ezzel tudnám befejezni ezt a nagyon rövid, nem is eszmefuttatást, mert az nagy képűség volna annak nevezni, úgyhogy köszönöm a figyelmet.